ötletünk bejutott az idei Electrolux Ideas Lab verseny első 50 ötlete közé, és most az jön, hogy a legjobb 10-be azok kerülnek be, akik a legtöbb szavazatot kapták. Úgyhogy szeretnénk megkérni benneteket, hogyha szimpatikusak vagyunk, és tetszik az ötletünk is majd, akkor szavazatok ránk az electroxideaslab.com oldalon, de majd kitesszük a Facebook oldalunkra, és van egyébként egy másik magyar versenyző is, aki bejutott az 50-be, úgyhogy ő rá is mindenképpen szavazatok, mert nagyon jó ötlet az övé is. Egyébként november 17-ig lehet, úgyhogy nem kell sietni, de nagyon hálásak leszünk egy kattintásért. Ennyit raboltam el az este elejéből, most pedig következzenek az előadóik. Első előadónk dr. Kollár János, klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus, a Semmelweis Tudományegyetem Magatartástudományi Intézetének adjunktus, aki Németországban a zeneterápia területén doktorált, úgyhogy hát ma este ezzel az egyébként nagyon különleges és izgalmas történeteket is magába foglaló témával érkezett hozzánk. Azt hiszem, ha azt mondom, hogy zeneterápia, hát ahányan vagyunk, annyi félét gondolunk arról, hogy ez pontosan hol, miért és hogyan is alkalmazzák. Ma este pontos képet kaphatunk erről. Fogadjátok sok szeretettel a színpadon Kollár Jánost. Amikor belekevertem magam ebbe a témába, akkor később kezdtem el gondolkodni azon, hogy tulajdonképpen ez mitől is nehéz, mert hogy zene az orvostásban ez a témának a címe, és a zenéről beszélni mindig nagyon nehéz. Ugye zenét hallgatni az egész más, de most elmondani azt, hogy mi az, hogy zene, az ilyen fából vasalika. Ezt leginkább a gyerekek tudják. Mi már ezt elfelejtettük, hogy mi is az, hogy zene, hogyan lehet ezt szavakba önteni, és egyáltalán hogyan működik a zene, hogyan működhet a gyógyításban a zene. Hát valahogy úgy, hogy más szinten működik, mint a verbális terápia, tehát a szavakkal történő, vagy szavak segítségével történő gyógyítás. Mert egy kezdetben volt a valami, amiről fogalmunk sincs. És hogy erről alkottunk aztán egy fogalmat, de a fogalom még nem volt közölhető. Volt bennünk valami, és akkor a fogalmakra alkottunk szavakat, és a szavakat tudjuk közölni. Na most ebből látszik, hogy ha közlünk valamit szavakkal, akkor az már dupla hikítás. Tehát, hogy előtte van valami, és előtte van valami. És igazából zenével azért lehet jól dolgozni terápiában, mert hogy a szavak előtt tudhatni. Hogy is néz ki ez az egész, egy picikét a történetéről. Az első írásos emlékek a Sárga császár korából származnak, időszámításunk előtt 2698-2598 között élt, és bizony a mai belgyógyászati tankönyvek erre a bizonyos könyvre alapulnak, a Sárga császár klasszikus belgyógyászati tankönyvére. Milyen érdekes, hogy már ebben a korban megjelent a zene alkalmazása a gyógyításban, ami aztán nem tudom, valamikor kiesett a belgyógyászati könyvekből. Szóval arról szól ez a zenés rész a könyvben, hogy a légköri éghajlati változások elleni természetes védelmet és a szellemi-lelki egyensúly létrehozását célzó zeneműveket lehet használni a gyógyításban. Magyarul a külső és belső problémák megoldására egyaránt lehet zenét használni. De aki a Bibliában egy kicsit jártasabb, ő pontosan tudja, hogy itt van ez a bizonyos történet, Sámuel első könyve 16. fejezet 11-től 23. versig, amikor is, ugye ez arról szól, hogy Saul király, aki valamilyen problémától szenvedett, nincs ebben egészen egyetértés, van, aki azt mondja, hogy depressziós volt, van, aki azt mondja, hogy egyszerűen csak fájt a feje. Magához hívatta a pásztort, Dávidot, akiről tudta, hogy kiválóan hárfázik. És Dávid hárfajátéka meggyógyította Sault. Ugye így indult Dávidnak a karrierje tulajdonképpen. Hogyha egy nagy ugrást teszünk, akkor a zenegyógyító hatását látjuk a sámánoknál is. Ugye a sámán a dob hangját használta, és azt mondta, hogy ez az ő lova, és felült a lóra, ami elvitte más világokba mindenféle lévület segítségével. Tehát hol kezdődik tulajdonképpen az úgymond tudományos zeneterápia, mert az, hogy a zenének van terápiás hatás, az rendben van. De honnantól számít ez tudományosnak? Az első és második világháború közben után találták ki azt, hogy a kórházakba bementek zenészek. És azoknak a katonáknak, akik ott voltak és gyógyultak, és hát nem voltak a legjobb lelki állapotban, zenéltek. És észrevették, hogy ez a zene, ez hihetetlen mód fel tudja dobni őket, a betegeket, tehát javítani tudja az ő lelki állapotukat. Igen ám, csak hogyha valaki elmegy egy kórházba zenélni, akkor nem mindegy, hogy mit zenél, nem mindegy, hogy kinek zenél. És akkor rájöttek, hogy tulajdonképpen ezeket a zenészeket meg kéne tanítani arra, hogy
ezt elkészültet legyenek, hogyha valaki betegeknek zenél, akkor ezt hogyan kell csinálni. Úgyhogy ennek eredményeképpen aztán 1941-ben Harriet Ayer Seymour az Egyesült Államokban létrehozta az Országos Zeneterápiás Alapítványt. Tehát valahol innen kezdődik az úgymond tudományos zeneterápia, itt látható az ő egyik könyve, What Music Can Do For You, Mit Tehet Érted a Zene címmel. Nagyjából ennyit a nagyon rövid történetéről, mert 30 percben nagyon sok minden nem fér, de igyekeztem érdekesebb dolgokat válogatni. De hát mielőtt tovább mennék először, és nézzük már meg, hogy tulajdonképpen mi is az, hogy zeneterápia, tehát miről van szó egyáltalán. Hogyha közelebbről megnézzük ezt a fogalmat, én egyébként ebből írtam a doktorival, tehát különböző fogalmakat összeszedtem, megnéztem, hogy melyik országban hogyan dolgoznak fele, milyen zenéket használnak, mennyire van egyezés, és hát azt tapasztaltam, hogy elég gyér az összhang a különböző országok között, még annak megítélésében is, hogy mi is az, hogy zeneterápia. Úgyhogy most a leginkább elfogadott fogalomnak a magyar fordítását vetítem ki, ez az Amerikai Zeneterápiás Egyesületnek a fogalma. Zenei eszközök klinikai tapasztalatokon alapuló képzett zeneterapeuta által történő alkalmazása terápiás keretek között személyre szabott célok elérése érdekében. Azért emeltem ki ezeket a szavakat, mert minden nagyon fontos. Nyilván zenével dolgozunk, tehát zenei eszközök. Tapasztalatokon alapuló, tehát nem arról van szó, hogy na, kipróbáljuk, hát, hogy lesz valami. Nem, itt konkrét tapasztalatok vannak, több ezer kutatás áll rendelkezésre ebben a témában. Milyen módszerrel, milyen eredményeket lehet elérni. Képzett zeneterapeuta által, hát el kell, hogy mondjam, hogy még a szakmán belül is alig némi egyet nem értés, hogy igazából csak az a zeneterápia, amit képzett zeneterapeuta végez, vagy képzetlen zeneterapeuta is képes zeneterápiát végezni. Úgy gondolom, hogy valahol ott van az igazság, hogy mint amikor valaki megkérdezi, hogy miért a zene önmagában nem terápia? Nem, de van terápiás hatása. Ez nagyon érdekes. A terápia az valami nagyon tudatosan végzett valami, pontos keretek között zajlik, pontos cél elérése érdekében. Ettől még a zenének lehet terápiás hatása, amit egyébként használunk is. De azért kell, hogy valaki képzett zeneterapeuta legyen, hogy tudja, hogy mit csinál. Terápiás keretek között, tehát itt terápiás szerződés alapján dolgozunk, meghatározott cél elérése érdekében. Ez mind nagyon fontos, amikor valóban zeneterápiáról beszélünk. Egy picit a képzésről, mielőtt beleugranánk a terápia mélyére. Jelen pillanatban Magyarországon az ELTE Váci Gusztáv gyógypedagógiai karán folyik zeneterapeuta képzés, tiszta zeneterapeuta képzés, illetve Pécsett van komplex művészetterapeuta képzés, amelynek egy része a zeneterápia szintén. Tehát, hogyha valaki szeretne jelentkezni, akkor én magam is tanítok, most éppen szombaton szegény hallgatók reggeltől esti a képzésben. Úgyhogy érdemes az ELTE Váci Gusztáv gyógypedagógiai karát megkeresni. Egész pontosan Urbán név Varga Katalin. Igen nagy örömömre szolgál, hogy beszélhetek róla, és legalább egy pár mondatot, mert olyan sok emberről beszélünk, aki már nem él, nincs közöttünk, és nagy ember volt. Ő közöttünk van. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ismerem, és ő nagyon sok mindent tett annak érdekében, hogy Magyarországon létezzen zeneterápia és zeneterapeuta képzés. Úgyhogy köszönöm neki innen is. Milyen típusai vannak? Nagy vonalakban. Hát ugye van az aktív, és ezzel szemben nem passzívról beszélünk, hanem receptívről. Hogy az aktív azt jelenti, hogy maga a terápia alanya zenél. Mindjárt mutatom, milyen hangszereken folyik ez a zenélés. A receptív pedig azt jelenti, hogy hallgatja a zenét, és a zene által mobilizált érzésekkel dolgozunk. Természetesen lehet komplex forma is, amikor aktívval és receptívvel is dolgozunk, illetve lehet kombinálni verbális terápiákkal is. Mielőtt valaki azt mondaná, hogy hát jó, hát én nem vagyok zenész, de hát akkor hogyan lehet velem aktív zeneterápiát végezni? Nagyjából ilyen hangszerek szerepelnek az aktív zeneterápiában. Ezek az úgynevezett ORF hangszerek. Karl ORF ezeket direkt azért találtak ki, azért hívjuk ezeket ORF hangszereknek, mert ahogy ő fogalmazott, ezek a kudarc ellen védő hangszerek. Tehát magyarul a dobot azért tudja az ember ütni, anélkül, hogy kiváló zenész lenne, nem lebecsülve a dobosokat természetesen, mert az is egy hivatás. Xilofonon, metalofonon tud az ember hangokat játszani. A pentaton skála gyakorlatilag szintén egy kudarc ellen védő skála, nagyon sokat nem lehet rontani, hogyha az ember pentatonban dolgozik. Ilyenekkel dolgoznak az zeneterapeuták.
és hogy hol dolgoznak, ugye több kérdés jött, szeretek körbejárni előtt, hogy ki mire kíváncsi, és hát rengeteg helyre lehet menni zeneterápiával, pszichiátriákon dolgoznak, rehabilitációs intézetekben, szanatóriumokban, járóbeteg ellátásban, fogyatékossággal embereket gondozó intézetekben, drog- és alkoholbetegeket gondozó központokban, idősekházakban, hospice intézményekben, iskolákban, és itt nagyon sok helyre be lehet vinni a zeneterápiát, még pedig sikerrel. Szoktam erről időnként írni cikkeket a Legiátűzmeri címében, hogy bizonyos területen, bizonyos terápiás módszereket hogyan alkalmaznak zeneterápiát. Most legutóbb a hospice kapcsán szedtem össze különböző információkat, aki bőven érdekel, ott hozzá tud jutni. Kettő tévhitet adóztassak el a zeneterápiával kapcsolatban. Az egyiket már úgy nagyjából érintettem. Ugye ez arról szól, hogy sokan mondják, hogy fontos, hogy a kliens vagy a páciens zenész legyen, vagy tudjon valamilyen hangszeren játszani. Nem igaz, nem kell. Nem kell, hogy zene tudós legyen valaki, vagy zenész legyen valaki ahhoz, hogy részt vegyen egy terápiában. Az sem mindegy egyébként, hogy kliensnek vagy páciensnek hívjuk. Ugye Carl Rogers, kiváló pszichológus, különböztette meg először ezt a két fogalmat, a kliens, ő nem beteg. Kicsit üzletiesen hangzik, de valójában dolgozunk kliensekkel, nem betegen, nem kell valakinek betegnek lenni ahhoz, hogy terápiában legyen. A páciens, őt inkább arra szoktuk, ezt a szót arra szoktuk inkább használni, hogyha valaki beteg. De az igazság az, hogy nem kell zenésznek lenni ahhoz, hogy valaki zeneterápiás ülésen vegyen részt. A másik nagyon gyakori tévhit az, hogy léteznek úgynevezett programzenék, például külön zene fejfájásra, szívbetegségre, légzőszerű megbetegedések és a többi. Hát le kell, hogy rántsam a leplet, ez egy jó biznisz. Arra, hogy különböző CD-ket el lehessen adni, bocsánat. Ha az ember belegondol, tulajdonképpen annyi minden befolyásolja azt, hogy valakire milyen zene hogyan hat. Először is a saját személyisége. Na most hát innentől ugye, ha valaki nem akar úgy járni, mint az orosz fodrászkép, az megvan? Amikor új fodrászkép kerül a faluba is, mondták, hogy hogy működik. Hát bedugja az ember a fejét, és akkor megnyeri a frizuráját. Azt mondja, jó, de hát mindenkinek különböző alakú a feje. Hát először igen. Na most, nagyjából így működik ez, és nem lehet mindenkire ugyanolyan zenét ráhúzni, és akkor ugyanazt a hatást tudja kiváltani. Valakiben ez butaság. Tehát az igazság az, hogy a megfelelő zene kiválasztását számos tényező befolyásolja, a kliens zenei preferenciája, a beavatkozás körülményei, betegsége, és így tovább. És akkor most néhány olyan dolgot, ami konkrétan arról szól, hogy az orvostudományban hogyan lehet használni, abszolút a teljesség igénye nélkül, mert minden nem fér bele. Néhány példát hoztam, kifejezetten azzal a célra, hogyha valakinek megtetszik és el akar kezdeni vele foglalkozni, akkor hajrá! Először is, van köze az immunszintnek a zenéhez? Hát azt mondjuk, hogy persze, hogy van, na jó, de ezt be is kell bizonyítani. Úgyhogy több kísérletet végeztek ezzel kapcsolatban, kettőt hadd emeljek ki. Szándékosan nem friss kutatási eredményeket hoztam, azt akarom bemutatni, hogy már akkor is tudták. Tehát például 93-ban Bartlett és munkatársai végeztek egy kísérletet, 36 személy vett részt a kísérletben, 19 férfi, 17 nő, volt két kísérlet és két kontrollcsoport, ugye ez egy tipikus beállítás. Egyéni zeneválasztás történt listáról a kísérleti csoportban, tehát a résztvevők New Age, Jazz vagy klasszikus zenei darabokat választhattak, amit tetszett nekik, és a kontrollcsoportban nyilván nem volt zenehallgatás. Vérmintákat vettek a beavatkozás, a terápiás beavatkozás előtt és után, és azt találták, hogy szignifikáns kortizolszint csökkenés volt a zenét hallgató csoporttagjai körében. A kortizol az az anyag a szervezetben, ami mobilizálja az energiát. Tehát amikor nagyon-nagyon stresszesek vagyunk, akkor nagyon magas a kortizolszint, akkor nagyon sok energiára van szükségünk. Tehát ahol nagyon magas a kortizolszint, ott nagyon magas a stressz is. És ahol ez csökken, az azt jelenti, hogy ott sokkal nyugodtabbak az emberek. Úgyhogy ez például fehéren-feketén bizonyítja, hogy a zeneterápiának lehet immunerősítő hatása. Egy 2007-es vizsgálat, Leárd és munkatársai hatban, ugye melyik a legnagyobb stressz az egészségügyben, amikor műtétre kell várni az embernek, vagy műtéten esik át. 60 műtétre váró beteget osztottak három egyenlő létszámú csoportba. Az első csoportban a műtét alatt és előtt New Age típusú zene, mert ez a bizonyos kicsit relaxálós, megnyugtató, már akinek megmutató zene. Második csoportban a műtét előtti csalat saját maguk által választott zene szólt. Egy pici rávézetet hadd fűzzek már ide, Hans Helmut Decker fog
professzor Attila doktorát a Németországban mondta ezt már akkor, ez 2003-ban volt, hogy ott már akkor meg volt az, hogy kórházakban, aki műtétre vár, az a műtét előtt kap egy listát. És a listán vannak különböző előadók, különböző stílusok, és kiválogathatja, hogy a műtét alatt milyen zenét szeretne hallgatni. Kivéve, hogyha fülét műtik. Ez nem jó. És megkapja a felhallgatót a műtét közben, és azt a zenét hallgatja, amit ő kiválasztott. Nagyon egyszerű összerakni egy ilyet egy CD-re, és akkor hadd menjem egy bármilyen lejátszóra. És volt egy kontrollcsoport, csak a műtőben zajló szokásos tevékenység hangjait, tehát a műtő zaját hallották. Itt is vérmintákat vettek, és hát azt állapították meg, hogy az első és második, magyarul a zenés csoportok kortizol szintje csökkent a műtét alatt. A kontrollcsoport betegeiben mért kortizol szint azonban emelkedett, tehát neki stresszesebb volt ez a műtét. Miért ne használjuk, hogyha van egy ilyen hatása a zenének, és nem kerül sokba? Tehát most ez mibe kerül az, hogy adok neki egy listát, és rajta van tudom én 100 zeneszám, és ő kiválaszt belőle 15-öt, ami neki kell, és odaadom neki fejhallgató műtét közben. Kreativitás kérdése. Autizmus. Hát ugye Magyarországon, de általában a világon az autizmusra akkor kezdtek el felfigyelni, amikor megjelent a Rain Man című film. És aztán 2010-ben volt egy másik film, nem tudom ki látta, Temple Grandin. Temple Grandin, ő az, amennyire tudom, ő az egyetlen autista, aki egyetemen tanít Amerikában. És érdemes megvenni egyébként az eredeti DVD-t, mert hogy rajta van audio kommentárral, tehát maga a Temple Grandin audio kommentárjával meg lehet nézni az egész filmet. Ő mondja egyik interjújában, hogy autistának lenni annyi, mint ülni egy szobában, ahol körülbelül 40 TV-készülék van, mindegyik más csatornára hangolva, mindegyik teljes hangerővel, és nem tudjuk, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem fontos. Ez egy kommunikáció zavar. Ezért van az, és szintén Temple Grandint idézem, hogy az autisták egész életükben arra törekszenek, hogy rend legyen körülöttük. Ez nagyon meghatározza az életük során. De ezért van az, hogy ha kizökkenti őket valami, ebből akkor ők pánikba szoktak esni időnként. Hát nyilván ez is egy széles spektrum, tehát ki hogy szokott reagálni, de nagyon fontos számukra a rend. Na most, Watson 79 és 82, zene alkalmazható megerősítésként is szociális, nyelvi, motoros, mozgási funkciók fejlesztése során. Ezen kívül jutalomként használva a kíváncsiság és a felfedező hajlam előmozdítására is lehet használni. Jungban is dolgoztam a fogyatékossággal élő fiatalokkal. És emlékszem, milyen zavarban voltam akkor, amikor volt egy kislány, lehetett vagy 8-9 éves, állandóan a többiektől távol volt, autista volt, nem is foglalkoztak a többiek vele, ő sem foglalkozott velük, el volt a saját világában. És hát volt egy ilyen zongra billentyű, egy szintetizátor billentyű, ami ott rendelkezésre állt, és egyszer csak valahogy sikerült oda csalogatni, és nem indultam az ujjammal a billentyűkön az egyik irányba, és úgy próbáltam ösztönözni, hogy induljon el velem szemben a másik irányba. És egy idő után ez sikerült. Hát na jó, nagy terápiás eredmény, és akkor most mi van? Hát az történt, hogy legközelebb, amikor bementem, akkor odajött, kijött a sarokból, odajött, megfogta a kezem, és odahúzott, és elkezdett menni a billentyűkön. Ezért jó ez, tehát sikerült kimozdítani abból a bezártságból, amit az autizmus jelent. Tehát motiváció, felfedező hajlam, ott van, használjuk. Stanley Flowers, 84. Egy autista kislány zeneterápia segítségével tanítottak meg a bevásárlás során követendő magatartás formákra. Ez úgy történt, hogy a kislány oda volt a zenéért. És amikor valamit jól csinált, akkor ő kapott még egy extra lehetőséget arra, hogy zenét tanuljon. Tehát így motiválták arra, és így adtak neki megerősítéseket a zene segítségével, zeneórák segítségével, a zongoreckék formájában, hogy tanuljon. És akkor egy idő után megtanulta ezeket a bizonyos szociális magatartás formákat. Gyermekkorok kedvenc rádió, látható itt a Szokor rádió, ami az én nyakamban is lógott, amikor mentünk kötelező alvaszedésre. És hát most már tudom, hogy ezt a rezgések is nagyon használnak. Tehát például autisták kezelésénél felhasználják a rádiót is, hogy öleljék meg. És akkor a rezgéseket érzik, és ezek a rezgések is sokat jelentenek számukra. És egy aranyos 66-ból egy vizsgálat, egy nem beszélő autista kisfiú volt a főszereplő, és egy zongora billentyűzet, és persze egy zeneterapeuta. És a zeneterapeuta zongorázott, és a kisfiú is időnként leütött egy-egy billentyűt. És ezek után elkezdett kottafejeket rajzolni,
aminek nem sok értelme volt. Aztán később egyre több értelme lett, és aztán a terapeuta elkezdte lejátszani azt, amit a kisfiú rajzolt. Csodálatos együttműködés alakult ki közöttük. És később aztán a kottaírásról átértek a szavak írására, magyarul ezzel párhuzamosan sikerült a verbális funkcióit is fejleszteni a gyereknek. Mire használjuk? Alzheimer-kor, Alzheimer-betegség. Egyik kedvenc írom, Terry Pratchett is ebben hunyt el, nem is olyan régen, ez egy szörnyű betegség, hogy az ember egyre többet felejt, aztán végül az egész légzése leáll a végső stádióban. Nyilván nagyon fontos az, hogy milyen életet él az, akit lehet, hogy nem lehet meggyógyítani, de az élet minőségét meg lehet változtatni. Hogy az egészség azt jelenti, hogy valami egészről van szó. Tehát az ő egészsége, a személyiségének az egészsége visszahozható el a zene segítségével. Saját élmény, Hollandiában dolgoztam, elmentünk egy idősek házába, és ott volt egy 80 éves idős úriember, aki Alzheimer betegségben szenvedett, szegény, azt sem tudta, hogy ő kicsoda, azt sem tudta, hogy hol van. Kapott egy szájharmonikát, és lejátszotta azokat a dalokat, amiket fiatal korában tanult, mindenki tapsolt és dalolt vele együtt. Ez egy csodálatos dolog. Hát igazából a zenei memória másképpen tárolódik, mint a verbális memória. Úgyhogy ha valakinek van ilyen ismerőse vagy családtagja, ne adj Isten, Alzheimer betegségben szenved, azt ajánlom, hogy mindenek előtt elevenítsék fel a régi dalokat. Emlékezni fog rá. És akkor itt jön az első videóban játszás, a YouTube-on találtam egy, mielőtt ez történne, még egy kísérlet. Hogyan alkalmazzák az zeneterápiát Alzheimer betegeknél? Dallam felismerése, dalok kiegészítése, ugye emlékszik a folytatásra, melódiák dúdolása adott dalcím hallatán, régi ismerős dalok éneklése, ez mind lehet terápiás eszköz. Ennek eredményeképpen csökken az úgynevezett elkóborlási arány, ugye nálunk sajnos előfordul az, hogy elindulnak bele a világba, és aztán eltévednek, mert nem tudják, hogy hol vannak, és azt sem tudják, hogy ők kicsodák. Ennek az aránya csökken. Nő a betegek önbecsülése, nagyon fontos, és a terapeutáké is. Nagyon nehéz eredményeket elérni az autizmus kezelése során, az zeneterápiában lehet eredményeket elérni. És javul az emlékezeti visszanyerés, egyszer csak elkezdenek emlékezni dolgokra. Hogyan történik ez? Itt van az új ember, aki Alzheimer beteg, és szinte növényként él, nem is nagyon lehet vele kommunikálni. Leginkább ilyen eldöntető kérdésre tud válaszolni, igen, nem. Egyébként Oliver Sacks szintén nemrég elhunyt zeneterapeuta videóját látjuk. És akkor egyszer csak feljöttek a fejére egy felhallgatót. És akkor ez történik. Ez, most ebben nem dumálok. What does music do to you? It gives me the feeling of love. No man, figure right now the world needs to come into music, singing. You got beautiful music in. Beautiful love, lovely. And there I feel the veil of love, dream. Lord came to me, made me holy, I'm a holy man. So he gave me this sound. So he say, I meet you. Woman sing, Rosalie, won't you love me? Rosalie, won't you be sweet and kind? Hát mi ez, hogyha nem csoda? Mi ez, ha nem csoda? Hát ez valami fantasztikus. Egyszerűen kinyílik. Szent emberként nyilatkozik meg a zene hatására. És hát ahogy mondtam is, nagyon fontos, az Alzheimer betegségben szenvedőkkel foglalkozó gondozók stressz szintje is csökken, hogyha a zeneterápiát tudnak használni. Következő Parkinson-kor, szintén elég gyakori betegség, ugye ez a kézremegéssel, lábremegéssel jár. Van egy jellezetes mozgásuk, hogyha például kanyarodni kell, akkor nagyon-nagyon lelassulnak ezek a léptek, és csak úgy tudják bevenni a kanyart, ez egy szörnyű betegség. Azért is problémás, mert nagyon figyelni kell a járásra, mozgásra, és közben nem tudnak figyelni másra, például beszélgetésre ezek a betegek. A zenével kísért relaxáció hasznos eszköznek bizonyul Parkinson-kóros betegek nyugalmi tremorjának, nyugalmi lenegésének csökkentésére, illetve a zenei ritmusok az idő strukturálásáért és a mozgás koordinációért felelős agyterületek működését serkentik. Tulajdonképpen itt vagyunk a zeneterápia lényegénél, hát miről szól a zene, ami az életünk.
ritmus és harmónia. Nem? Hát erről szól az egész. Hát ez kell. És akkor ennek a zene segítségével tudunk hozzájutni ezekhez a dolgokhoz. Kristin Reeve, 73 éves Parkinson-kóros beteg története a következő 2014. augusztus 4-én publikálták a Daily Mailben. Aznap írtam épp egy cikket erről a témáról, és pont rábukkantam, hogy ez egy friss publikáció. Járása és beszédminősége fokozatosan romlott, egyre elkeseredettebbé vált. Nehézségek mutatkoztak a férjével való kapcsolatában, és pontosan azért, mert nem volt képes egyszerre a járását és a beszédét koordinálni, tehát meg kellett állni, hogyha beszélgetni akart. Járás közben nem tudtak beszélgetni. Egyszer csak időhiányos nem mutatnám meg a MAD együttes Tiger Feet című rock számát, érdemes rákeresni. Gyermekkorom egyik kedvenc száma volt, szerintem most is táncolhatnánk rá egyébként simán. És ezt hallott, és azt mondta a gondozójának, hogy szeretnék egy kicsit táncolni. Az a nő, aki járni is alig tudott, azt mondta, szeretnék táncolni. És hát a gondozója nagyon megdöbbent. Aztán elkezdett készített neki egy válogatást. És ennek hatására elkezdett pozitívabban gondolkodni, életminősége javult jelentősen a betegnek, és azt mondta, hogy zene nélkül csak egy Parkinson-kóros beteg lennék, zenehallgatás akkor azonban úgy érzem, meggyógyultam, visszanyertem a testem fölötti uralmat. Daganatos betegségek. Ismét saját élmények következnek. Debrecenben dolgoztam, és a gyermekklinika a hematológiai, onkológiai osztályára jártunk a rákos gyerekeknek zenélni. Mit csináltunk? Kapcsolatot építettünk köztük és a szüleik között. Miért fontos ez? Mert ilyenkor a szülők nagyon gyakran indokolatlan bűntudattól szenvednek. Biztos miattam, mert beteg a gyerek. Leukémiás, stb. Ezt valahogy le kell küzdeni. Amikor valaki bűntudattól szenved, olyankor a másik emberrel is nehezen épít kapcsolatot. Tehát igazából a saját gyerekeikkel is nehezen tudtak kommunikálni időnként. Amikor voltak ezek a közös, nagyon fontos interaktív zenélések, tehát voltak, élő zene volt az egész, oda mehettek, számokat rendelhettek, megfújhatták hangszereket, gitár kivételével, hegedű kivételével, kipróbáltak mindent, ami ott volt, és egyszer csak azt vettük észre, hogy a szülők meg a gyerekek együtt vannak. És együtt énekelnek adott esetben. Nyilván érzések, szükségetek, vágyak tudatosítása itt zajlott, a betegséget beledolgoztuk a számok szövegébe, a betegség legyőzését, és ilyenkor maga a beteg is úgy érzi, hogy valamit tud tenni a saját gyógyulása érdekében. Azt mondta 82-ben Fagan, minden gyermeknek és családtagjának át kell törni a saját úgynevezett szorongásból épített falán. A zeneterapeuta feladata, hogy nyitott és bátorító módon segítse ezt a folyamatot. Hát tulajdonképpen ezt csináljuk, és nagyjából így zajlott. Ami az érdekes az, hogy mindenkinél van valamilyen hangszer. Ha valaki nem akart hangszert, akkor ő volt a kottalapozó. Tehát részt vettek, tevőlegesen részt vettek a koncertben. Része volt minden gyermek a közös zenélésnek. És végül trauma, tudom, ez így nagyon általánosan hangzik, igazából pszichotraumáról és fizikai traumáról is beszélhetünk, azért használtam csak ezt az egyetlen szót. Néhány évvel ezelőtt bejárta a világot egy hír, egy amerikai képviselőnőt, Gabby Giffords-nak hívják, fejbe lőttek egészen közelről, túlélte. Viszont károsodott az agya, oly módon, For doctors say a bullet damaged the left side of her brain, where speech is produced. Further back, the comprehension area is relatively unharmed. The beszéd és a megértés között megszakadtak a disrupted by the injury. Nem tudta kimondani a szavakat. Tudta, hogy miről van szó, de nem tudja kimondani. When the first words finally come for Gabby, they are often wrong. Rossz szót mondott. And frequently repeated. Gyakran ismételte. Minden azt mondja, csirke. Inexplicably on the word chicken for several days. We still don't know. Ez egy borzasztó állapot, mert ő pontosan tudta, hogy mi az, és nem tudta kimondani. Hát ez rettenetes szenvedést okoz valakinek. Hát ő is szenvedett tőle nagyon sokat, és akkor megjelent egy zeneterapeuta. És ez történt. Gabby, did the word something just come out? And as you'll see when the special edition of Nightline continues,
music may be the key to bringing Gabby back. Köszönöm, azért viszi mindjárt a videót. Ez még egy csoda. Nagyjából ilyesmire volt, ennyire volt idő, kicsit a történetéről, a fogalmakról, immunszint, autizmus, Alzheimer betegség, Parkinson, kordagantus betegség esetén, különböző traumák esetén hogyan lehet a zenét használni. Nyilván számos egyéb területen, ami most 30 percben elfér bele. Nagyjából ezeket a forrásokat használtam, nem ezeket nem kérdezem vissza majd. És olyan frappáns volna most valami szép zenével befejezni az előadást. Nem, azért sem. De egy történettel fejezném be. 1993, jóval korábban, amikor találkoztam először Kokas Klárával, sajnos ő már elhunyt, kiváló zenepedagógus, zenetanár, zeneterapeuta volt a magyar zeneterápia, neki is nagyon-nagyon sokat köszönhető, a Kokas módszer létrehozója. Ez a találkozás nagyjából úgy zajlott, volt egy tábor, és mi táncoltunk időnként, hát ezt lehet táncnak nevezni, lehet ilyen saját mozgás koreográfiának is, klasszikus zenére. És akkor este gyertyát gyújtottunk, és volt egy nagy terem, és felnőttek gyerekek együtt mindenféle mozgásokat produkáltunk, különböző táncra, ami eszünkbe jutott. És volt egy kislány, kb. 8 éves lehetett, és egyedül táncolt nekünk, erre is volt lehetőség. És utána oda ment hozzá egy riporter, szerencsére volt nála a felvevő, és átvettem tőle a rövid interjút, és megkérdezte tőle azt, hogy a Kokas Klára beszélgetett vele, és Klára megkérdezte tőle azt, hogy és innentől ő következik. Mesélem még egyszer, hogy mondtad, amikor már vált voltunk, és aztán majd elmeséled azt, amikor még nem voltunk vált, amikor még egyedül táncoltunk. Amikor már velünk volt, ha velem voltatok, akkor már az én saját költemény zenémből csináltam vulkánokat, és akkor voltak hangoszene vulkánok, meg hangoszene vulkánok. És amikor hangos volt a zene, kitoltak a vulkányaim, és össze voltak a zenék, és olyan gyönyörűk voltak a hangok. És amikor lassú és halk volt a zene, akkor pedig ki volt a zene a vulkánokból. És amikor először kezdtél egyedül a matállal, akkor hogy volt? Akkor építettem magamnak egy zenegömböt, amit találtam, és mindig követtem, és formáltam a zenét. A kezemmel. Utána pedig beleraktam a szívembe, és én is zene lettem, és az ujjaimból is hangok folytak ki. Olyan jó érzés. Csak a zenével lenni, és nem tudom, hogy mások nézik.